2011 óta minden évben más-más helyszínen rendezték meg a gyülekezeti éneklés nagy ünnepét. Ennek lényege, hogy minél többen értékes zenét énekeljenek, hiszen a reformáció egyik nagy eredménye, hogy a gyülekezeti éneket, más néven korált, az istentisztelet szerves részévé tette. Az emberek többsége azért csak énekel, és úgy gondolom, ha énekel, akkor egyfajta megkönnyebbülés is, tehát az, hogy az ember énekel, akkor azt jelenti, hogy leheletet, tehát levegőt vesz, kifújja, tehát egyfajta lelki felfrissülést is ad neki. Úgyhogy én csak bízom benne, hogy egyre többen felismerik, hogy ez nekik jó. Még akkor is, hogyha, tehát nagyon sok embertől hallom, hogy jaj, én nem éneklek, mert nincs jó hangom, meg ilyesmi. Nem ez a lényeg, hanem tényleg az a lényeg, hogy belül mi van benne is, kicsit hamis, az se baj, hanem énekeljen, mert az gyógyító erővel bír. Az este folyamán a korálok közös éneklésekor számtalan megszólaltatási lehetőség mutatkozott meg. Olykor egy szólamban énekeltek kíséret nélkül, vagy orgona, illetve más hangszerek kíséretében, máskor pedig a kórus több szólamban szólaltatta meg az adott korál dallamát. Az este folyamán jól ismert gyülekezeti énekek csendültek fel városi kórusaink és vidékről érkezett énekkarok közös előadásában. 6 éneket szólaltattunk meg, volt például az Irgalmaz Úristen, volt a Harsány szó kiált az éjbe, a Nyugvóra térek Istenem, Jerdicsérjük Istent, hogy csak egy néhányat említsek. Ezek azok, amelyeket eredeti dallammal énekelünk az énekeskönyvből. Ezen kívül pedig megszólalt még a Szájjon az ének, valamint az Úr Krisztus részem eljön egykor, te nagy napod. Az alkalom nem hangverseny, hanem egy változatos zenei apparátussal kísért közös éneklés volt, melybe a jelenlévők is bekapcsolódhattak, így együtt dicsőíthették Istent. Az est zenei közreműködői Mekis Péter orgonaművész, a kiskörösi evangélikus fúvószenekar és a kiskörösi szólam alapfokú művészeti iskola tanárai és növendékei voltak, de érkeztek kórusok Soltvadkertről és Orosházáról is.